bemutatom mai vendégemet, Kristóf Mari énekesnő. Köszöntelek a stúdióban. Szervusz, Monika. Az imént a férfi csapdákról beszéltem, olyan trükkökről, amit a férfiak szívesen alkalmaznak. Te belebotottál valaha is az életedbe ilyen csapdába? Hát találkoztam ilyen esettel, az az igazság, de én túl józan vagyok ahhoz, hogy mindent elhiggyek az első hallásra. Tehát én rögtön érzem, hogy milyen irányba megy ez az egész, és így próbálom analizálni. De abban a hitben hagyom a partneromat, hogy igenis elhiszek egy pár dolgot abból, amit ő esetleg közölni akar nekem. Ez egy nagyon jó érzés. Ez egy játék a nő és a férfi között. Sokat csalódtál férfiakban? Hát mondhatnám, hogy igen, igen. Nagyon gyakran rosszul választottam, mert én is nagyon érzelmi típusú ember vagyok, és hogyha valaki tetszik, akkor nem mérlegelek, nem gondolkodom tovább, hanem átadom magam a pillanatnyi érzésnek, és utána meg már majdnem késő az ember megszereti a partnert, és akkor kezd gondolkodni, mikor az első láz elmúlt, és nagyon-nagyon nehéz kijönni a kapcsolatból, úgyhogy megszenvedtem egy pár alkalommal én is. Na és pozitív értelemben úgy csalódtál? Nem. Aránylag ez általában úgy szokott lenni, hogyha én érzek valaki iránt, akkor ugyanúgy visszakapom. Tehát valahogy egyformán nincs az, mint nagyon sok esetben, hogy az egyik igen, a másik nem. Én valahogy ezt, mint jó, erős intuíció megélem, és kisugárzom a másik felé ezt az érzést, és visszakapom tőle, tehát nincs probléma számomra. Mondd, milyen dalok kapcsán ismerhetnek a kedves nézők, hiszen tudni lehet rólad, hogy nagyon sokáig külföldön éltél, és Magyarországon megszakítottad az énekesnői karriered. Igen, hát akkor gyorsan vissza kell lapozzak a múltamba, mégpedig 1977-es Metronom Tánza Fesztiválra. Akkor a Nemzeti Színházban volt a fesztiválnak a közvetítése, Antal Imre volt a konferencé, Malek Miklós vezényelt, és dr. Gábor Espáltól kaptam egy csodálatos nótát, a címe Fényes utcán, boldog emberek. Ez egy nagy hangvételű nóta, 50 tagú szimfonikus zenekar kíséretében adtam elő, és nagyon szép helyen, nagyon szép helyet kaptam, tehát a negyedik helyre jutottam végül is a nótával, utána nem sokkal később férhez mentem Németországba, sajnos itt a karrierem megszakadt, pedig nagyon jól startoltam, de most újra itt vagyok, és remélem, hogy kapok sanszot. Kanyarodjunk vissza, tehát miért mentél ki Németországba? Csupán azért, mert férhez mentél? Igen, igen, tehát nem volt semmi különösebb oka, szóval tényleg nem volt. Megismertem valakit, aki német származású volt, és a sok hakni, a sok jövés menés után egy kicsit elfáradtam, az az igazság. A fellépésekben is gondoltam, hogy pihenek egyet, és elmentem 22 évre. 22 év. Igen, 22. Mi történt veled 22 év alatt? Hát először ugye kint a nyelv tanulással foglalkoztam, a beilleszkedéssel, nagyon nehéz volt, tehát teljesen más mentalitás, magamévá tettem, és ugye mindenki tudja a szakmában, hogy női fodrász a szakmám, csináltam egy mestervizsgát, német Meisterin lettem, és nyitottam egy gyönyörű szépségszalont. És ott dolgoztam hosszú éveken át, rengeteg művész vendégem volt, Zsolnai Hédi, Dobos Attila, Ernyei Béla, Késmárki Marika, és közben jártam fellépni, különböző eseményeken részt vettem, tehát mindig folyamatosan benne voltam az énekpályában. Tehát ott is énekeltél. Igen, 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 csak nem abból éltem kimondottan. És miért települtél haza? Hát ahogy lenni szokott, ennyi év után az embernek valahogy újra honvágya van. Tényleg ez az őszinteség, hogy egyszer úgy éreztem, hogy sokat futottam, sok mindent elértem, veszítettem, nyertem, ahogy lenni szokott az életben, és úgy éreztem, hogy most haza kell térjek vissza a gyökerekhez, és ez volt az indító ok, hogy visszatérjek, tehát hogy az életem maradék éveit még nem lehet tudni, hogy hogy alakul, itt Magyarországon legyen időm visszaasszimilálódni ebbe az egész környezetbe. És itthon mivel foglalkozol? Hát tulajdonképpen most ráadtam a fejem az énekpályára, látom, hogy nagyon nehéz, de ez engem nem riaszt vissza, próbálgatok lépekedni úgy, mint más, úgyhogy megpróbálok hamarosan egy CD-t elkészíteni, kicsit többet mutatni magamból, különböző stílusú nótákból. Milyen stílusban énekelsz? Hát tulajdonképpen sokféle stílusban, ugyanis én megtanultam annak idején az énekpályát alaposan, rádióstúdió növendék voltam, orivizsgát szereztem. Nagyon szeretem a nagy hangvételű lírai dallamokat, ami egy kicsikét megdolgoz, amin gondolkodnom kell, hogy tudjam a legjobbat kihozni belőle, de ugyanúgy a vidám dolgokat és diszkót, vagy akár kicsit jazzes hangvételű számokat is szívesen énekelek.
És most mit hoztál nekünk? Hát most ez a nóta, amit hoztam, eltér mindentől, amit felsoroltam. Van egy tüneményes kis bolognéze kiskutyám, a Gréta, és a Grétához írtam egy szöveget, elmondom az érzelmeimet. A dal címe A legjobb barát. És ezt szeretném most előadni a kis kutyusommal a hónom alatt. Fogadják szeretettel. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, Monika. Nagyon örülök, hogy meghívtál a műsorodban. Nagyon boldog vagyok. Köszönöm szépen. Thank you.